Sziasztok, Gábor vagyok. Elérkeztünk a leveles sorozatomnak a második részéhez, amiben az előző videóban elkészített leveles tésztából kakaós csigákat és mákos csigákat fogok készíteni. Az elkészített tésztát készre nyújtjuk, és utána csináljuk meg a csigákat, majd kelesszük és sütjük őket szokás szerint. Az előző videómban bemutattam, hogy hogyan kell leveles tésztát elkészíteni, részletesebben a húzózsíradéknak az előkészítését, a tésztának a bedagasztását és a leveles rétegek kialakítását hajtogatásos módszerrel. Tehát ez volt az előző videóm témája, aki esetleg ezt nem látta, ő egy picit lejjebb a videó alatt meg tudja nézni a csatornámat, és a csatornámon megtalálja ennek a sorozatnak az első részét. Tehát hozom is a tésztámat, és elkezdem a tésztafeldolgozást. Egy pillanat. A hűtőben a tésztám 15 percet pihent a harmadik hajtogatás után. Most másodszorra dagasztottam, annyit el kell mondjak, hogy másik jobbfajta lisztet használtam, ezzel viszont egy picit több tejet kellett hozzáadni, amit a receptben legelőzőleg kiírtam, de ez mindenkinél lehet változó, a liszt minőségétől függ, nem folyamékot képes fölvenni. Elisztezzem az asztalt, hogy nyújtásnál ne ragadjon le a tészta. Elviszem, arra már nem lesz szükség. És ezt a tésztát most készre nyújtom. Sarkosan kezdem el nyújtani, hogy ezt a téglalap formát meg tudjam tartani. Tehát először a sarkot már kifele nyújtom. Hogyha hosszabbra nyújtom el a tésztámat, akkor kisebb csigákat fogok kapni, tehát aki pici csigát akar, az inkább hosszabbra nyújtsa el, aki szélesebb csigákat szeretne, az pedig így széltében nyújtsa ki jobban a tésztát. Tésztámat nagyjából olyan 3-4 mm vastagságúra nyújtottam. Lehet a csigát fölülről tekerni, lehet alulról tekerni, kinek hogyan esik kézre. Én alulról szoktam, azt a felét onnan tekeritek, azt a felét egy picit vékonyítsátok el. Ezzel meg tudjátok előzni, hogy a csiga közepe kiugorja. Rendben. Kétfajta csigát fogok készíteni. Elfelezem a tésztát. Megpróbálom az asztalt nem összevágni a pizzavágóval. Picit széljére húzom. Rendben. Elsőként megcsinálom a kakaós csigát. Tésztát lekenem vízzel. Lehet használni hozzá margarint, illetve vajat is olvasztva. Én most azért nem használok, mert ebben a tésztában már rengeteg zsíradék van, és nem szeretném azt most már még jobban tetézni. Ezért vizet használok. Általában a pékségekben is vizet szoktunk használni. Viszont kell tésztát, ezt margarinnal szoktam itthon megkenni. Nem kell túl vastagon vizezni, de mindenhol legyen rajta elosztva. Ha ezzel megvolnánk, akkor kakaós töltelékem, ami kakaóporból és cukorból áll, letöltöm. Azon a felén ki fogok hagyni egy vékony sávot, amelyik irányba fogom tekerni, tehát a végén. Ezt a kakaó tölteléket én a kezemmel, vagy esetleg lehet akármilyen eszközzel elosztom. Nem kell túl vastagon, ne is vékonyan. Igazából mindenhol rendesen fedje be. Megteszek egy picit hozzá. Pillanat és rők, leöblítom a kezem.
a kakaótöltőléket elosztottam, meglocsolom egy kis vízzel, nem szabad túl sok vizet locsolni bele, mert akkor ki fog folyni, amikor föltekerjük. Mindenhol legyen benne kevés. Így én ezt igazából jónak látom. Elkezdem feltekerni a csigát, ami úgy néz ki, hogy az alját, amit elvéghonytottunk, behajtom. Utána, hogyha megvan, hajtom tovább. Mindig egy picit visszahúzok, ahogy hajtom az ujjaimmal. Nem szabad túl feszesre húzni, mert akkor is ki fog ugrani a csigának közepe. A szélét mindig megpróbálom abba az irányba irányítani, hogy a tészta szélével egységbe menjen. Tehát ilyenkor befele. Egy picit leragadt a tésztám. Föl kellett volna emeljem előtte. Igazából nem probléma. Rendben. Felszedem egy papírra. Itt, ez is meg van nedvesítve, ez a nedvesítés által rá tudom zárni. Tehát el is készült a tekercsünk, amiből fölvágjuk a csigákat. Egy lágódeszkát teszem. Megigazgatom, mindenhol nagyjából ugyanilyen vastagságú legyen. A pékségekben általában ezt a két szélét leszoktuk vágni, mert az nem annyira szép, de itthon szerintem tökéletes lesz az is fogyasztása. Megpróbálom nagyjából ugyanakkor a darabokra elosztani. Határozott mozdulattal egy jó éles késsel. Ez megvan. A sütő lemezre van túlszoros nagyáshoz, mivel még sokat fog kelni, és a sütés első fázisába nőni. Valószínűleg tartom, hogy 9-es évvel fogom elratni. Lehet, hogy 8-asával. És akkor 3 lemezre így el fogom osztani őket. Ezt egy pillanatra félreteszem, megcsinálom a többit. Ezt elrakom a következőben, azt megkezdem. És mákos csigát is hasonlóképpen fogom megcsinálni. Annyi különbséggel, hogy mákos csigához nem szükséges, hogy bevizezzem a felületet, mivel ez nem por, amit a víz le kell, hogy tapasszon. Remegem már töltelékem. Ezt én a spakni segítségével elosztom. Ez a mágtöltelék, amúgy egy belgi töltelék. Kedves feleségem készítette. Oké, én azt csinálom, hogy megnedvesítem tiszta kezemet, és a nedves kezemmel picit segítek elosztani a tölteléket, így gyorsabban meg lesz. Megpróbálok mindenhova nagyjából ugyanannyit tölteni. Jó, hogyha ez megvan, akkor feltekerem ezt is.
picit bevizezem ezt a végét, hogy rátapadjon a zárás. Nem kell túl vastagon, mert akkor viszont elcsúszik. Tehát így lezárom. Megfordítom slusszal lefelé. Hozzuk egy másik vágódeszkát, hogy ne a kakaóson szálljon föl. Picit kés-késnek tisztogatom. Ezt is megpróbálom nagyjából egy vastagságúra kialakítani. És hogyha ezzel megvagyok, akkor nagyjából ugyanakkorára fölvágom mind a kakaós csigákat. Ilyen mákos csigát hétvégén készítettem először, és én nagyon meglepődtem rajta, rendkívül finom, nekem nagyon ízlett, és kedves családomnak is. Itt is maradt egy vége, nem probléma, azt is ki fogom sütni. Folytatom a sütőlemez kirakását. Ezután egy darab felvert tojást két részre osztottam. Azért osztottam két részre, mert ezzel át fogom kenni a süteményeket, és nem szeretném, hogyha keveredne a kakaó és a mák töltelék. Tehát először is az egyik átkenem a kakaós csigákat. Leveles süteményeknél nem mindig szoktuk lekenni tojással a süteményeket. Ezt azért csinálom ilyen itthoni házi körülmények közt így, mert nem mindenkinek van gőzös kemencéje, illetve sütője, sőt szerintem eléggé ritka, és így szebbé, fényesebbé tudjuk tenni a felületét a tojás által. A tojásokat egyenlőre nem fogom eldobni, mert még közvetlenül a sütés előtt minden tepsit még egyszer át fogunk tenni. Most következik a keresztés, mondjuk úgy egy picit magasabb, mint szobahőmérsékleten, 25-30 fok között érdemes végezni, a legoptimálisabb 35 fok, de tudom, hogy azt nehéz előállítani most egy otthoni környezetben. Ezért olyan 25-30 fokos környezetben kb. Olyan fél órán 45 percig fogjuk keleszteni. Ezt igazából mindenkinek látnia kell, hogy hogyan fog kelni. A harmadik tepsit, amit utoljára készítettem, azt berakom a hűtőszekrénybe. Egy 20 percre és körülbelül egy 20 perc után fogom elővenni kelni, hogy mire sütésre kerül, ne keljen el. Tehát találkozunk a keresztés után. Tehát megvagyok a keresztéssel. Az első lemez nagyon szépen megkelt. Ezt már átkentem még egyszer tojással, most a sütés előtt. Erre azért van szükség, hogy szép fényes legyen a felülete. A második lemezem is elég jól áll. A harmadiknak még kell egy picit, de az is nem sokára kész lesz. Most én eléggé megkomplikáltam a keresztést, úgy csináltam, hogy az első lemezt azt egy picit magasabbra tettem, a második lemezt azt szinte a földbe egy szintbe raktam, egy deszkára, mivel alul hideget van. A harmadik lemez 20 percre a hűtőbe raktam, hogy azzal is meghosszabbítsam a kelését. Tehát nagyjából így sorrendben fogom őket sütni, és így sorrendben fognak megkelni. Ezt ti megoldhatjátok egyszerűbben is, megkeresztitek mind a három lemezt egyszerre, és ebből kettőt, amit később sütök, beraktuk a hűtőbe, és mindig amikor egy kisült, akkor előveszitek, és egyből a hűtőből letojáshozzátok, és sütitek. A keresztés nálam 55 percet vett igénybe, ez egy picit hosszabb, mint amit előzőleg elmondtam, ez általában mindig relatív, változó, hőmérséklet függő. Igazából azért kereszt tésztát tovább kereszteni, mint akármilyen más tésztát, mert egy az, hogy rengeteg zsíradék van benne, margarin, illetve vaj, ami visszafogja a kelését, a másik pedig, hogy ez egy nagyon hideg tészta. A sütés az úgy fog kinézni, hogy 240 fokra fogom bevetni a sütőmbe. Ahogy betettem a lemezt, 220 fokra visszaveszem a sütési hőmérsékletet, és megközelítőleg 14 és 20 perc között fogom sütni. Én ezeket a méreteket, amiket készítettem, olyan 16-17 percre satszolom, de ez igazából lehet váltakozó, attól is függ, hogy mennyire csináltátok meg szélesre a csigátokat, mennyire vágtátok magasra a csigátokat, tehát ezek mind befolyásolhatják a sütést.
Természetesen, hogyha kisebb vagy vékonyabb a csiga, akkor rövidebb ideig kell sütni, hogyha ducibb a csiga, magasabb, akkor hosszabb ideig kell sütni. Tehát, hogyha végeztem a sütéssel, akkor utána ismét találkozunk, és elmondom, hogy pontosan én hogyan sütöttem mennyi ideig. Igazából a legfontosabb, de fő a biztonság, hogy nem csinálnak a közepét egy picit a sütés előtt benyomkorom, azért, hogy ne jöjjön ki. És most már a sütőbe. Megoldjuk a sütéssel, kisült mind a három lemez. Megoldjuk elégedve, úgy gondolom, hogy nagyon szépek lettek. Főleg a csigáknak a széleinél látszanak a kialakult leveles rétegek. Tehát ez a kakaós, itt vannak a mákosok. Ez pedig az utolsó lemez. Ezen voltak a végéből a potyadékok, ez a két darab, de igazából nagyon finom lesz az is, úgyhogy el fog fogyni szerintem akármelyik családba. A sütés az pontosan úgy zajlott, ahogy mondtam, én kereken 17 percig sütöttem. Azt javaslom nektek, hogy úgy látjátok, hogy kész van, még egy percig hagyjátok bent a sütőben, nem fog az alatt elégni, de biztos át kell sütni rendesen a közepét, mert ez nagy zsírtartalmú tészta, és hogyha nincsen rendesen átsütve, akkor amikor eszitek, zsíros íze lehet a közepének. Tehát azért fontos, hogy jól át legyen sütve. Ezen kívül azt még elmondanám, hogy ha szeretnétek fahéjas csizbe elkészíteni fahéjas csigát, akkor ugyanúgy, mint a kakaós csigánál megkintek vízzel, fahéjat szórtok rá egy kis cukrot, megrocsoljátok vízzel, és úgy tekeritek föl, és így megkapjátok a fahéjas csigát végeredménynek. Amit még elmondanék, hogyha valaki ennél egy picit egyszerűbben szeretné elkészíteni, tehát nem leveles tésztával akarna dolgozni, nem szeretne annyira macerát, akkor készíts el az édes keltésztámat, amit az orosházi banához és a fahéjas kakaó szívekhez készítettem. A csatornámon ez a videó is megtalálható. Ezt a tésztát melegebb környezetben egy órát kell hagyni állni, és ugyanúgy ki kell nyújtani, és ugyanígy fel kell dolgozni, meg kell csinálni a csigákat, meg kell tölteni, meg kell vizezni, vagy akár margarinnal megkenni, mind ahogy ezt most megcsináltuk. Tehát keltésztából is ugyanígy kell csigát csinálni, csak a másik fajta tésztát kell elkészíteni. Tehát végeredményben ennyit szerettem volna elmondani, remélem, hogy nagyon tetszik nektek. Hamarosan fogok jelentkezni a leveles sorozatnak a harmadik részével, még addig kigondolom, hogy milyen péksüteményeket fogok nektek levelesből elkészíteni. Addig is jó étvágyat!